Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő boldog szeretne lenni veled. De hogyan? Hogyan tovább? Hogyan alakulnak a dolgok? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt látható a római 10-es szám, és az utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Sőt, itt a 2-es szám utal a ti párkapcsolatotokra, rád és őre. De kezdetben ő még nagyon sok mindent cipel. Egy nehéz kezdet, de ez rá vonatkozik. Neki kellene elengedni bizonyos dolgokat. Ha így lesz, akkor szerencsével jár, hiszen itt láthatóak a sikerek. Az a baj, hogy ő összehasonlítja magát másokkal, és nincs meg az önbizalma. Hiszen itt a képen látható ez a bokor, olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa, ezt figyelgeti, és ezek a díszek másokat jelentenek, ő pedig úgy gondolja, hogy mások ragyognak, másoknál minden jól alakul, de nála nem. Pedig, ha megnézzük a képet, ő sokkal magasabban áll, mint mások. Csak le kellene hajolnia, felvennie ezt az arany érmét, és ez utalna akkor az ő magabiztonságára, jelenti az ő saját értékeit is, tehát nem kell neki összehasonlítani magát másokkal, hiszen ő értékes, ő tehetséges. Ez a helyzet kihat az ő munkahelyére, mert itt anyagiakról, munkáról, hivatásról van szó. De lesznek változások, hiszen magától is észreveszi ezt az arany érmét, felemeli, így a kezébe veszi, odafigyel rá, és akkor jelenti az, hogy akkor is, ha kis lépésekkel megy előre, de napról napra magabiztosabb lesz. És ez hozza számára a sikereket. Persze, te segítheted őt ebben, hogy legyen meg a megbecsülés, vagy dicsért őt. Amint ez a kártya még jelent, hogy ő odafigyel olyan dolgokra, vagy személyekre, ami, vagy aki értékes számára. Ezt szeretné megtartani, és ez azt jelenti, te értékes vagy számára. Itt meg lesz hamarosan a belső nyugalom, a belső egyensúly, egy új tekintet, egy új irány veled együtt. És végre kezébe veszi a dolgokat, és cselekedni fog. Itt ennél a kártyánál a tűz eleméről van szó, az jelenti az ő bátorságát, lelkesedését, de a szenvedélyeket is. Itt nem csak testi kapcsolatról lesz szó, hanem érzelmekről is, hiszen megjelenik, mint egy király, uralkodik a víz eleme felett, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Tisztában van azzal, hogy mit érez irántad. Sőt, azt is tudja, hogy te hogyan érzed magad, milyenek az érzelmeid. És mivel te kimutatod az érzelmeidet, mivel te a háttérben segítesz neki, hogy meglegyen nála ez a belső harmónia, ez a nyugalom, ő ezt értékelni fogja. Itt vannak még ugyan kihívások az ő életében, az ő környezetében. Ez lehet a munkája, ez lehet egy családi kapcsolat, vagy hamis barátok, ismerősök. De nincs kedve vitázni, veszekedni,
hiszen látható, hogy ő visszahúzódik ebből a helyzetből, vagy eltávolodik ezektől a személyektől. Ami titeket illet, ez az új kezdet, a párkapcsolat, a harmónia, a szenvedélyek, az értékek, és ő, mint egy király, ki fogja mutatni az érzelmeit. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!